Sziasztok! Annyira jó az idő, hogy most úgy döntöttem, hogy kiköltözök, és mármint a kis házból, és idekint fogom ezt a két muskátlit átültetni. Ezek tavalyról átteleltetett muskátlik, ebből már kétszer szedtem dúványt, az elsőt az sikerült lefagyasztanom, a második az egész jól néz ki. Itt vannak a muskátlik, amiket hát decemberbe dugványoztam talán. Nem emlékszem pontosan, mert ugyebár én kétszer csináltam, egyikről csináltam is egy videót, amit rá, hát szerintem sikeresen egy olyan két hétre, három hétre, amikor már egész szépen elkezdtek nőni, akkor sikeresen nyitva hagytam a garázsajtót, ennek köszönhetően el is fagytak. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, a módszer különben mindegyik ugyanaz volt, hogy egy leveles verziót hagytam. Itt emlékeim szerint ő volt az egy levél, és ez a három levél nőtt újra. Itt ennél ez volt az egyetlen levél, és most ez az egy már hozzánőtt természetesen. Hát még egy olyan két hétig mindenképpen itt fogom tartani, utána őt is külön fogom ültetni, és megy ki cserébe az üvegházba. Üvegházba, hát igazából ebbe a kis palánta nevelőbe. Ezek itt a pepínók. Hát most már talán olyan 20 centi körüli hosszúsággal. Ez meg a petrezselyem. Csak úgy egy kis kuszaságba. De mindenképpen ezt meg akartam mutatni, hogy érdemes dugványozni. Különben, hogyha most van öreg muskátlid, azt most érdemes elültetni, mert ha most elülteted, akkor március vége, április közepén már szétültheted, és nyáron fog neked virágozni. Amennyiben érdekel, hogy hogyan kell dugványozni, mindenképpen linkelem fölülre a videót, hogy én hogy csináltam. Hármat ültettem, kettő bejött. Én azt mondtam, hogy ez egy nem rossz dugványozási arány. Mint láttátok, itt beraktam egy kis videót. Nagyon jól néz ki, bent vannak a lakásba. Igazából az átültetés egy sima egy kis dugványozás, melynek lényege, hogy 5-6 hét alatt gyökere teresszen, és utána ki lehessen, szét lehessen ültetni. Én most egy olyannal próbálkozok, amivel eddig még nem. Szeretnék a régi, én mindig minden évben vagy dugványoztam, vagy vettem új muskátlikat. Most szeretném az idejében megpróbálni, hogy mi történik akkor, ha ugyanazt a muskátlit kicsit visszavágom, kicsit visszametszem, új földet rakok neki, és akkor milyen növekedése lesz, milyen virágai lesznek. Hát első lépésben az, ami nagyon el van száradva, azt le kell vágni. Itt nem szabad nagyon szégyelni magunkat, tényleg ami nem zöld, ami száraz, azt le kell vágni. Második lépésben itt látjátok, van egy kis mulcs, ezt is belerakom, és milyen előrelátó voltam, hoztam egy ugyanolyan másik edényt, és annak az aljára rakom ezt a mulcsot is, meg amit levágtam. Rakok az edény aljába egy kis földet, és hát most jön a neheze, ki kell borítani. Ez azért nehéz, mert egyrészt maga a cserép is nehéz, meg hát a benne lévő föld se közelim. És itt vannak kavics darabok. Jó. És hát most jön az, hogy én ennek a gyökér egy részét megszabadítom, egy gyökér egy részétől megszabadítom a növényt, meg a föld egy részétől. Hogy új földet tudjak neki varázsolni. Így. Ez jó hosszú gyökér. Hát akkor inkább visszavágom. És itt van maga a muskátli, amit el akarok ültetni. Muskátli földet használok, teljes egészében boltba vásároltunk muskátli földet, és azzal ültetem el, vagy abba ültetem el. A muskátli földnek, különben ez bármilyen föld jó lenne,
mármint márkailag. Egyetlen lényege van, hogy a muskátli a sok virággal ellentétben a lugosabb talajt szereti. Nem a savasat, mint például a rododendron, az álea, vagy éppen a rózsa, hanem a lugosabb talajt szereti. Most, hogy így ezzel megvagyok, jön még a másik is, és utána visszaviszem még a lakásba. Egy jó két hétig még bent tartom, és utána viszont elkezdem a kiszoktatását az üvegházon belül. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, vagy hogyan fog teljesíteni. Nagyon kíváncsi vagyok, mert mondom, én mindig mondom, vagy úgy megújítottam, megfrissítettem a muskátlit, vagy dugvány, vagy új muskátli vásárlásával. Most erre még rakok múlcsot, azt utána jövök, meg természetesen ezt még átültetem. Kihoztam ide akkor a muskátlikot, elkészültek, mint látjátok, már kaptok egy kis fenyőmulcsot, a fenyőmulcstól annyira nem félek, hogy mondjuk elsavasítaná a talajt. Ezt már többször mondtam, meg olvastam is több helyen, hogy a fenyőmulcs az annyira minimálisan változtatja meg a pH-ját, hogy szinte nulla, szóval nyugodtan lehet használni, akár tényleg muskátlinál is, semmi problémát nem fog okozni. Hát röviden, tényleg ez egy nagyon rövid kis videó volt. Még a héten nekem rám vár egy ágyás átalakítás. Ha tudok, arról is csinálok videót. Köszönöm, hogy megnézted. Mindenkinek jó egészséget. Sziasztok! Abból is látszik, hogy ébred a tavasz, hogy a katicák is előjöttek. Igazából ebbe a levendula bokorba vagy három katicát is találtam, mert ott van a harmadik is. Nem tudom, mennyire fog látszódni. Valahol ott. Aztán még nagyon körül se néztem. Ne ébred a tavasz. Aminek én kifejezetten örülök. Ősszel csináltam egy ilyen tulipán ültetős videót. Majd a linkjét beteszem természetesen. És abban az ilyen selejtes magokat, vagy magokat, selejtes hagymákat, azokat beültettem ide a sövény alá. És itt látjátok, ez itt szerintem nárcisz lesz, de van itt hóvirág, tulipán, az ott hátul szerintem jácint lesz, vagy valami hasonló. Hát kíváncsi vagyok, hogy virágozni fognak-e. Mert tényleg ezek ilyen nagyon kis, egyszerű kis hagymák voltak, nem is szépek. Hát ha nem is lesz virágok, remélem, hogy annyira megerősödik, hogy jövőre akár át tudom minden őket ültetni, és már is szebb virágok lesznek. Gondoltam ezt a végére még csak így hozzáteszem, mert tényleg ébred a tavasz. Jövő héten talán még lesz egy kicsi mínusz, egy mínusz 4-5 fok, de utána nagyon nem láttam az előrejelzésben mínusz fokokat. Bízok benne, hogy lassan megindulhat a veteményezés, bár nekem még ágyást kell építeni. Milyen furcsa, mindig így szezonra marad. Sziasztok!